Kerek évforduló, rendhagyó helyszín. Nyíregyháza újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából a Móricz Zsigmond Színházban tartották meg az idei ünnepi közgyűlést. Kovács Ferenc polgármester elmondta, 1209-ből írásos emlék őrzi a település nevét. Az elnéptelenedéstől végül gróf Károlyi Ferenc 270 éve kiadott pátenslevele mentette meg a várost, melyben a földesúr birtokainak újratelepítéséről rendelkezett. Ez a városunk nagy közösségének, nagy családjának a legfontosabb rendezvénye. Nem tartanánk itt, nem élhetünk egy ilyen városba, az elődeink ezt nem indítják el, és folyamatosan nem dolgoznak a város fejlesztéséért. Tehát ez egy közösségi program, közösségi rendezvény, szórakoztató elemekkel is, de a prioritás azon van, hogy felidézzük, elismerjük elődeink munkáját, hagyományainkat, értékeinket ápoljuk, és továbbadjunk a jövőben is. Már hagyomány, hogy az ünnepi közgyűlésre a megyeszékhely testvér és partnervárosainak képviselőit is meghívják. A vendégek között a nagybányai delegáció kiemelt szerepet kapott. A két város közötti testvérkapcsolat ugyanis éppen két évtizede kezdődött. Hát tekintjük az elmúlt 20 évet, egy nagyon gyümölcsöző együttműködésnek vagyunk tanúi, úgy kulturális, mint humán erőforrás, de főleg turisztikai szempontból. Szeretnénk, ha gazdasági és szociális területen is tovább tudnánk fejleszteni kapcsolatainkat. Nyíregyháza legfiatalabb partnervárosa, a lengyel Biaszko Biala is díszvendégként vett részt az eseményen. Nagyon örülünk, hogy elhozhattuk városunk egy apró kivonatát, azzal a fotókiállítással, amelyet most nyitottunk meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Úgy gondolom, hogy az eddigi együttműködésünk további lehetőségeket rejt. Az ünnepi közgyűlésen a két település képviselőinek Szolanics Elvira fazekas népi iparművész alkotását adták át. Majd a Szabolcs Néptánc Együttes Viszi a Víz című előadását láthatták a vendégek. Az ünnepi közgyűlést idén is a városalapítók szobrának koszorúzása követte.